Egyéni tragédiák egész sora tapasztalható az országban azóta, mióta egyre több helyen vezették be a kötelező Covid-oltást, ezért most egy rendhagyó videóval jelentkezünk. Egy tisztességes magyar asszony keresett meg minket problémájával, akiről tudni kell, hogy egyedül neveli Asperger-szindrómás autista gyermekét, ő pedig egészségügyi okokból nem vette fel a Covid-oltást, ezért kirúgták munkahelyéről. Tudni kell, takarítónőként dolgozott, és most arra hívok mindenkit, hogy mutassuk meg, milyen az a nemzeti szolidaritás a gyakorlatban. Azt a felhívást teszem közzé, hogy ha van olyan munkáltató, munkaadó, aki nézi ezt a videót, és tudná alkalmazni ezt a becsületes magyar asszonyt takarítónőként, főként Budapesten egyébként, úgy, hogy nincsenek oltási papírjai, akkor kérem, hogy jelentkezzen a munkaügy@mihazánk.hu e-mail címen. Segítsünk neki, mert mi is bármikor bajba kerülhetünk, csak így összefogással jöhetünk ki ebből a sötét időszakból, mutassuk meg, hogy milyen az, amikor összefog magyar a magyarral.